Agroblog műsor nézőit. Ebben a kis filmben folytatjuk ismét az eladó gépeknek a sorozatát. Most pedig a soron következő gépünk egy panorámafülkés MTZ 82-es traktor. Na de hogyan is néz ki? Ugye ezt hamarosan meglátjuk. A gépünk rendezett papírokkal, jó állapotban van, mint ahogy láthatjuk is, tehát hátsó gumik is. Első gumik nem a legújabbak, de viszont még munkára fogható. Vannak rajta lecserélt, kicserélt új alkatrészek, mint például az sivatagi szűrő, finom szűrő, annak a tömlőjei, csövei, fülketartó, bakrendszer, gumibakok. Van itt is kettő darab kézett hidrolika csatlakozónk. A gép hátuljához érve találunk szintén még négy darab kézett hidrolika csatlakozót. Majd teljesen jó állapotban lévő hátsó sárvédőket kapott. Kapott egy új hátsó ablakkeretet üveggel. Ledes munkalámpák vannak rajta. És mint ahogy láthatjuk, azért itt is itt az újítás, le van cserélve a bal hátsó lakat újra. Itt is látható az új üzemanyagcső. Belül látszik, hogy nem folynak a főtengelyek. Ez a gumi is, ami bal oldalt található, jó állapotban van. Szinte mondhatjuk, hogy újszerű állapotban van. Van a gépünkön vízmelegítő, egy új kompresszor, új üzemanyagszűrő. És lecserélt nagyomású csövek vannak. Kapott egy-két újítást. Ott a főtlen, hogy még keskeny sávvédős elő hátul. Külső lámpás. Megtalálta rajta a régi típusú kazettás elrendezési orsúly. Található még rajta utólagosan megszerkesztett irányjelző és helyzetjelző lámpa. Majd rajta van még a régi kapaszkodó. A régi szériához tartott kapaszkodó, de viszont megkapta már az új nagy tükörtartókat, nagy tükörrel, és elő is van kettő darab ledes munkalámpánk, és van egy gyönyörű szép nagy kifogó cső. Nos, hát akkor nézzük még a gép alá. Itt láthatjuk, hogy a kupunk szerkezet is kapott újítást. Mégpedig ennek a nyomai olyan, mint ami a felső kuplungos volt, és alsó kuplungost készítettek belőle. Egy nagyon jó
kis technika. Hát nézzünk azért még belül is a gépbe. A gépünkben is látható a fejlődés, egy kis rendbezrakás, mint ahogy látjuk, a műszerfal, rendben vannak a pedál szerkezetek, rendben vannak, új váltókar, váltógomb, a kábítozása felújított, van benne nagyon jó ülés, és mindjárt bele is ugrunk. Látszik azért, hogy esztétikai teljesen rendben van rakva. Új áramtalanító. Új belső világítás. A felső kábítozás is rendben van. Megkapta itt is az újat. Ez nagyon jó megoldás, hogy itt a régebbi típusoknál itt közép itt van. Ez a kapcsoló tábla, illetve van, amelyiknek még itt van kihelyezésre a magnónak is a helye, az újabbnak itt oldalt vagy erről van, de ez itt középítve nagyon jó, mert így viszintesen lehet beépíteni a magnót éppen, vagy a CD lejátszót, vagy rádiót, ki mit szeretne, és sokkal jobban áll meg a kapcsolók is, meg sokkal minden másabb, mint amelyik így ferdén kell behelyezni. Na de jó, ez így, ez nagyon jó. Szerintem ez kár volt módosítani az MTZ-nek. Na hát, ők tudják. Itt körbenézik a kábítozást, tehát mindenhol megkapta, ahol rá volt szorulva az új kábítozást. Tehát összességében teljesen rendben van rakva. Ezt csak fordítani kell kulcsot és dolgozni. Most hát reméljük, valakinek megtetszett ez a jó kis panorámafül kis MTZ 82-es traktor. Megtekintettük Kiskunmajsán. Ha valaki érdeklődni szeretne, a 0620-33-55-358-as telefonszámon megteheti. Lehet érdeklődni ár iránt és egyéb dolgok iránt, úgyhogy ez egy nagyon jó kis traktor. Aki 82-es MTZ-re vágyik, árérték arányban szerintem ez biztos, hogy megfelelő lesz, meg tud egyezni a vevő a tulajdonossal. Köszönjük szépen a megtekintést, sziasztok!